Üdvözlök mindenkit! Ugye írtam ki még korábban Facebookon szavazást, hogy melyik nem Minecraft játékkal játszak. Hát Assassin's Creed sorozatot, és hát az AC trilógiát szavazták meg a második legtöbben. Az első az a Far Cry 3 volt, de ugye erről már egy Minecraft videóban beszéltem, hogy miért nem az lett. Hát itt van a játék, eredeti, Steamos. Azonban kezdjük is egyből a negatívumokkal. Az első dolog az az, hogy elindítottam Steamből a játékot, és nem jelent meg az FPS számláló a Frapsben. Mivel én már Turtle, csak azért letöltöttem még azelőtt, hogy megvettem volna, tehát letöltöttem a játékot, Turtle, elindítottam, pasza, volt minden, működött, jó, akkor majd csinálok végigjátszást. Másnap Steamen akció, 2,49€-ért megvettem, elindítottam, és egyszerűen nem jelent meg az FPS számláló. És hát megoldottam, mert én szeretek így utána járni a dolgoknak, nem adom fel. Láttam, hogy a mappában van DirectX 9-es és 10-es verziójú indító fájl. Szerintem 11-es akkor tehát mi nem is volt, amikor ez kijött, másrészt a videókártyám se támogatja a 11-es, csak a 9-et és a 10-et. Elindítottam a 9-essel és voilà, működik. Viszont, mivel nem Steamből indítottam, ezért most a Shift-tabbal aztán nem megyek semmire, és gyanítom, hogy az achievementeket se fogom megkapni, ha egyáltalán vannak ebben a játékban a Steam-es achievementek. Úgyhogy az majd még egy külön móka lesz, hogyha én Steamből is ki akarom maxolni, hogy akkor játszom még egyszer végig a játékot. Következő dolog, Xbox controllerrel fogok játszani, azonban itt a következő probléma, hogy ilyen részleges támogatása van a játéknak ilyen téren, tehát hogy itt így felismeri, de mégis ilyen retardált gombkiosztás van, tehát nem tudom mi az, hogy kapcsoló. Ja, ez meg még mindjárt még egy érdekesség. Szóval én csak gyanítom, hogy Xbox port maga a játék, egész konkrétan abból, ráadásul nem is a B-vel megyek vissza, hanem az Y-nal. Azért gyanítom, mert ez az options menü, és hogy így a hangerő az így nincs konkrétan. Hangerő szabályzó panel nincs. Patch felrakott mindent a játék, amit kell, de nem jelent meg. Tehát én gyanítom, hogy az Xbox-os játékokban, a PS3-os játékokban azért nincsen hangerő szabályzó. Nincsen Xbox-on, javítsatok ki a téverek. Szerintem azért nincsen, vagy azért nem lehet, mert mindenki a tévét hangosítja. Nem, hát meg mindenki az erősítőt csavargatja, a tévét hangosítja, halkítja, ha esetleg nem elég hangos vagy túl... Ha nem elég hangos vagy túl halk, hát ez kicsit ugyanaz, ha nem elég hangos vagy túl hangos a játék. Szóval gyanítom, hogy ezért nincsen benne hangerőszabályzó, de ha meg Xbox port, akkor miért nincsen benne valami teljes támogatást. Tehát nézzétek, van benne egy ilyen egér, ez így nagyon jól néz ki meg minden, és azért tudok így lépkedni a menükbe, de amint átváltok Xboxra, és hát a kontrollerre, egybe eltűnik az egér, azt még mégis értem, de nem jelennek meg a feliratok helyén, mondjuk, hogy a backhez, úgy alapján attól nyomjon meg az Y-t, egyébként miért is ne a B betűt, elvileg minden játékban a B betűvel tudok visszalépni a menübe és az A-val belépni, az A még működik is, de a B már nem. Következő érdekesség, a játékban nincsen felirat, tehát annyira szegényes ez a menü, hogy 2008-as játék létrend nincsen, a játékban felirat kerestem, hozzá patchet, hogy esetleg valami ilyen subtitles patch létezik, de nem, olyan sincsen. Szóval a Chori nem angol gyerek, az most beérheti azzal, hogy nem fogja nagyjából érteni a történetet. Vagyis hát konkrétan a szöveget, tehát lehet, hogy nem fog tudni odafigyelni a részletekre. Úgyhogy csak a látottak alapján tudunk dönteni. Következő érdekesség, hogy én mindig nem hagyjuk abba. Ez lehet, hogy már nem a játéknak a dolga, hanem a Windows-é vagy a driveré a kontrollernek, de hogy ezeket így sikerült magyarra megcsinálni, tehát ez gyanítom, hogy nem a játék, de itt látom magyarul, hogy tengely, gomb, kapcsoló, tengely, gomb, megint, de azon kívül semmi magyar nincs a játékban. A játék 5 nyelven indul el, és nem létezik hozzá magyarítás, tehát van ez a német, olasz, francia, spanyol, angol, azt hiszem így ennyi, és így el vagy vele. Úgyhogy most úgyis sokat szittem a játékot, kezdjük is el. New game.
Az eleje az egy ilyen hosszú beszélgetéses dolog lesz, azt már kipróbáltam korábban még a tetjátékkal, hogy a Fabset próbáljam. Ja, egyébként full grafikán játszok, a V-Sync az ki van kapcsolva, mert nem kell, de elvileg full grafikán játszok 10-ből 5-ös fényerőn. Igen, és ez a tutoriál részlege a pályának. És én azt hittem ezekre a piros villódzásokra. Aha, ez a sprint, hát ez jó. Ezt mit nyomtam meg? Azt nem mondom, hogy megnyomtam a... Ja, hogy nem is a start gomba pauze. Csak szerintem szerencsétlen ez a tutoriál, tehát... Most ez mi volt? Villódzik össze-vissza, és meg se tudja tanítani a dolgokat, mert már amire megnézni, hogy mivel kell futni, el is vette. És nézd itt az arcátlan emberek, milyen arcátlanok vettek. Aha, ez itt kötekednek. Zöld gomba. De te kötekedjél már velem. Meg fogsz halni. Nesze. Ezt nektek. És nézd, nem tanultam meg, hogy mivel fogom meg az embert. Piros gombot mutat, de... Press and hold. Mit press and holdoljak? Gomb 5, tehát ez most melyik? És nekem miért nem azt írja, hogy RB vagy LB vagy ilyesmi, nem? Nem, de ütök mindenkit, ezt te. Error, memory sector unavailable. Ez a sok orcátlan ember. Nem indítottam stoppert, köszönöm, meghaltok mindannyian. Sok. Ezt Slenderman jut eszembe ezekre a sok orcátlan emberekre. És ez a tutorial. Saving és... Kész, magadhoz életsz. Nem tudod, hogy hogyan kell megragadni az embereket. Biztos én vagyok a fogyatékos, de... Futásra is éppen, hogy rájöttem. És akkor most így... Nem tudom, egy ilyen Morgan Freeman kaliberű ember így beszél hozzánk. Mi vagyunk... Ez egy Rob Dyrdek, vagy Tony Hawk. Fekszünk az ágyon. Ez most mi van? I'm a bartender, for Christ's sakes. What do you want me to do? Teach you how to mix a martini? We know who you are. Csak volt bennem valami martini, biztos vicces dolgokat beszélgetnek. Ha nagyon akarnám, még oda is tudnék rám figyelni. Lehet az lesz, de ezt az egy animációt már láttam is valami olyasmi a történet, hogy... Most hát olyan is mi a dolog, hogy így... I'm not an assassin. Hogy ez a csávó így van. És hogy ő valamilyen bérgyilkos. Tehát ilyen asszaszin, ő maga az asszaszin, az a srác, akivel ott előbb járkáltunk. Nem is gondolom, tehát is valahogy így befekszünk ebbe a gépbe, és akkor ilyen... Mit tudom én, valaki írja már, hogy ez mi. És komoly ilyenkor valami alkut kötnek, hogy... Ha segítesz nekünk, akkor segítünk neked. Amik beszélgetnek még 5 percig, és azt mondják, hogy na jó. Akkor segítsetek nekem, és segítek nektek. És lesz benne majd nagyon epikus interaktív jelenet. Press any button to interact. Hú, na jó, Ez aztán komoly volt. Ezért kellett egy külön gomb. És ha nem nyomok semmit, akkor mi van? Loading. Egyébként... Memory locked. Ez... Felettébb jó. Lehet azt csinálni, mikor, hogy nem beszélek az átvezetőknél, hanem aki akarja, az addig fel tudja hangosítani és hallgatni. Genetic memory, if you will. Migration, hibernation. Egyébként a háttérben mik azok a nagy kémiai képletek? Tehát olyan nem létező dolgok mennek ott a háttérben, hogy ez nem igaz. Vagy ha azok létező valós képletek, akkor valaki mondja meg, hogy mi megy a háttérben, mert legalább ilyen 72 nitrogén meg 862 szénatom van benne. Our DNA functions as an archive.
It contains not only genetic instructions passed down from previous generations, but memories as well. Hátok, milyen interaktív? Egyébként minden játékban megoldották, hogy a jobb analóg karral tudok szétnézni, de nem, itt még a mozgással megegyező bal analóg karral tudok mozogni. Szia! Egyből átdobodok ezt. Le van zárva a memóriám! Ezt nézz engem! Hát ez hatalmas. És az a kis pöttyöt mi? Additional memories. Memory locked. Memory locked. Többit már nem. Többi az ugye van. Mi van itt? Na, na. Animus version 1.28. Retrieving information. Oh, de jól nézek ki. Ez most kellett ide. De valami ilyesmi volt, hogy valami az őseink memóriáját is így örököljük. Csak valahogy le van zárva, mit tudom én, nem tudom. Nem akarok hülyeségeket mondani. Ha? Futok. Futok, majd valamiért megállít. Az Ancestor az a... az a ő is, azt hiszem, nem? Na jól, meg tudom állítani, csak erre kíváncsi voltam, hogy még a scripted animációnak tűnő dologba is bele tudok szakítani. Ja, csak ezzel megszakad az animáció. Head? Aha. Y, empty hand az a B, gondolom, armed hand X, legs 0. Úgy mire akarok támadni? Hát nem tudom, hogy most ez mi volt. Na nézzük. Tehát megnyomom a headet, mondom a headet nyomom meg. Na, ó, Istenem! Ez mióta head? Ezen behalok. Hol van a? Na, ezt kell nekem. Istenem. Akkor kék legyen kék. Piros legyen piros. Sárga legyen sárga, és a zöld legyen a zöld. Tehát hogy ez így miért nem ilyen magától? És mik ezek a kapcsolók? Nem tudom. Nézzük. Igen, észrevettem őket, nincs arcuk. Igen. Gentle push. Ez igen. Tehát akkor így lányomat tartom, és akkor... Hol, milyen marker? Hát az előbb is ezt csináltam, esküszöm. Hát profi vagyok, hát profi vagyok. Na és most? Milyen marker? Hova kell mennem? És nem tudok körbenézni magam körül. Hova kell mennem? Blend. Punch. Igen. Reach the marker. De milyen marker? És itt miért nincs térképem, hogy hova kéne mennem? Mert biztos én vagyok a fogyatékos, de hogy... Nem tudom, inkább megkerülöm őket.
Nem, nem lehet őket megkerülni. Engedjetek már el! Ez az a marker? Valami most meg összetört. Ja, tudtam, hogy összetört. Érdekes, pedig nyomtam végig a B-t. Most ezen a markeron én az előbb átfutottam, nem? Itt sikerült ez kikerülnöm? Jól nézek ki. Press hold gomb 5 for action oriented moves. Gomb 5 az ez, nem? Aha. Látom. Megváltozott. Úristen, rendes tutorial is van ebben a játékban. Akkor mi volt mégis az elején az a mozgásos dolog? Akkor minden piros volt és villódzott. Igen. És a piros. Ha? Még vagy! Én most csak véletlen dobtam el. Nem állt szándékomba. Nyesze! Nem? De nem dobtam el? Megfogom, és... Most ide kell dobni? Gyorsan ide futok? Nem. Tanulni kell még ezt. Megfogtam, és... Aha. Hát... Jó. Majd biztos sok szerepe lesz játékban annak, hogy hova dobom éppen el az embereket. Hát, és jó, sprintelni azt még tudok. Oké. Oké. Ugrottam. Gyorsabban ugrok. Meghalsz. Nem. És ilyenkor nem tudok B-t nyomni együtt sem. Social status icon. Aha. Olyan orcátlanok vettek, hogy nem igaz. Hát ugye színek mutatják ugye, hogy mit éreznek irántunk, tehát hogy nem érdekel, hogy semleges, vagy hogy veszélyesnek tart minket, blablabla. Press 4, gomb 4, nem, most mi a gomb 4? Ez a gomb 4, köszönöm. Press kapcsoló to select your hidden blade. Ha, az a hidden blade. Meghajsz. Hát ez még így szenvedés lesz. Hoppá! Észrevettek minket? Ez most mi? Jó, hogy most el vagyunk előre tűnve, és akkor most provokálni kéne. Nekifutok. Boom! Igen. Break the line of sight by climbing the ladder. És ide felfutok, akkor nem fog látni. Aha, jó. Most... Miért nem tudtam ütni? Ezt az előbb mivel lőttek le? Aha, hogy ez a piros szín mutatja, hogy a környezet, vagyis hát ez a balfent villódzó dolog mutatja, hogy a környezetemmel hogy állok, tehát milyen viszonyban vagyok. Aha, jó. Tehát akkor az rám vonatkozik.
Hide in the roof. Mi? Garden? Jó. Elbújtam. És most a kék az azt jelenti, hogy megy a cooldown. Nem látnak, mert buták. És az majd villódzik, gondolom, és amikor fehér lesz, akkor kijöhetek. Tehát ha anonymous vagyok, akkor olyan vagyok, mint a tömeg. Aha, és hogyha hol tudok elbújni, ugye? Padon, az emberek közébe nyúlva, ebbe a ruhába tényleg én elvegyülök. Szénak az a... ilyen kis pavilonszerűség, meg nem tudom, táncosok közé, nem tudom, mi volt az utolsó. Hát, tehát hogyha így megyek, az azt jelenti, hogy tisztelem őket, tehát nem keresem a bajt. Good. Now that you are fully synced, a new ability is available to you. Referred to as Eagle Vision, this sixth sense helped your ancestor understand the intentions of people around him. Tehát akkor a Eagle Vision az azt tudja, hogy a fehér embertől információt tudunk szerezni. Nem tudtam elolvasni, hogy mit tudok csinálni az emberekkel. Nem tudtam elolvasni, hogy mi a színek jelentése. Ezt a szinkronizációs sávot így mindig jó lenne, hogyha feltöltve legyen. És nem tudom, hogy a színek mit jelentek, mert nézhetem vissza már megint a videót. Meg egyébként is vissza kell néznem, mert a hang az most hangkezelőben van levéve 15%, és nem tudom, hogy ez is jó lesz-e vagy rossz. There must be another way. This one need not die. Shoot. An excellent kill. Fortune favors your blade. Not fortune, skill. Watch glitches. You might learn something. Indeed. Press any button to másik nézőpontból megnézni. I would not have drawn attention to it. Nyomnám még az any button, de nem. Ez mi ez? Objektívek és térkép. Aha. Az a menüben lépkedés is elég hülyén van megoldva. Ez a zoom az mivel megy? Ez a mozgás. Ez nem a zoom. Hát nem. Na mindegy. Ha úgy érzem, itt már futni fogunk. What is our mission? My brother would say nothing to me, only that I should be honored to have been invited. The master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. A treasure? I do not know. All that matters is the master considers it important, else he would not have asked me to retrieve it. Táncolok még egyet így a hulláján. Whee!
És most szerintem mégis a résznek, mert már indul maga a játék. Viszont vissza kell néznem ezt a tutoriát, hogy felfogjam. Úgyhogy találkozunk a következő részben, addig is. Ez mi? Aha, na biztos, ezek már biztos ilyen plusz küldetések. Ja, találkozunk majd később. Addig is, sziasztok! Take a trip to my house.